A rendkívüli helyzetből adódóan egy különleges jogrendben előre ki nem számítható hatások közepette kellett költségvetést készíteni, mondta Bozsonik Róbert polgármester. Bár a jog szerint a városvezető egyszemélyes döntéshozó, a testület tagjai elmondták észrevételeiket a gazdálkodási tervről. Így módon mégiscsak a közös gondolkodás eredménye az ezévi terv is. Változik a költségvetés főösszege. Ugye a korábbi esztendőkben elsősorban Európai Uniós támogatásoknak köszönhetően magas költségvetési főösszegből gazdálkodtunk. Ez volt olyan év, amikor a 2 milliárdot is meghaladta. Idén visszaállunk egy normál működésre, sőt az elvonásokat is figyelembe véve egy alacsonyabb költségvetési szintre, mint egy 1,4 milliárd forintból fog gazdálkodni a városunk ebben az esztendőben. A költségvetés összeállításának ebben az esztendőben is az volt az alapelve, hogy az intézményrendszerünket biztonságosan kell működtetni. Ezt már csak azért is hangsúlyosabban kellett ebben az esztendőben magunknak is, mint vezérfonalnak felállítani, illetve vezérfonalként tekinteni, mert sajnos a bevételi oldalaink jelentős mértékben szűkültek. Valamelyest nőtt az állami támogatásnak a mértéke, mint egy 43 millió forinttal, de ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy többletfeladatot láttunk el, sőt az elmúlt esztendőben, a 2020-as esztendőben központi döntéseknek megfelelően oktatási nevelési intézményeknél bérkorrekciót hajtottak végre, és ennek az állami finanszírozása és finanszírozások növekedése azért megjelenik a 2021-es költségvetésben. Így mintegy 540 millió forint lesz az állami támogatásoknak a mértéke ebben az esztendőben. Bizonyos területeken kedvezőbb helyzetbe kerültünk, városüzemeltetés terén valamivel több állami támogatás érkezik, és hát pozitívan értékeltük azt, hogy ebben az esztendőben a korábbi évek beszámítási elvonása nem érte el a településünket, sőt azt lehet mondani, hogy senkit sem, hiszen a költségvetés, az országos költségvetés nem számolt már ezzel a tétellel. Viszont mindjárt úgymond negatív hatással is találkoztunk, mert ettől az esztendőtől a szolidaritási adó érte el a településünket. Ez mint egy 23 millió forintos mínuszt jelent a költségvetésen belül. Ezek a plusz és mínusz tételek eredményezték az általam korábban említett, mint egy 540 millió forintos állami támogatási főösszeget, amivel jelen pillanatban tudunk számolni ezen az oldalon. Az adózás oldaláról Bozsonik Róbert elmondta, a gépjárműadó kiesés 21 millió forintos hiányt okozott a kasszában, és a rendkívüli jogrend miatt bevezetett iparűzési adókedvezmény további 100 millió forintos kiesést okozott a városnak. Ugye 25 ezer fő alatti települések esetében a kormány megtéríti az önkormányzatoknak ezt a kedvezményből adódó bevételkiesést, de ennek a nagyságrendjét egyelőre nem tudjuk, hiszen a mi általunk kalkulált, mint egy 100 millió forintos bevételkiesés 2019-es gazdasági adatokra épül. Nem tudjuk, hogy hogyan tudtak teljesíteni a vállalkozások 2020-ban, és ez milyen mértékben fogja majd a 21-es bevételünket érinteni. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a 2020-as induló adatokhoz képest mintegy 120 millió forinttal kevesebb adóbevétellel kellett tervezzük a 2021-es esztendőt. Hát ez azért komoly érvágás, ha azt még hozzáteszük, hogy 1,4 milliárd a költségvetés főösszege. Tehát hogy nagyjából a 10% bevételtől egyik pillanatra a másikra elesett a városunk. Ez mond a városnak a bevétele, ezek az úgynevezett közhatalmi bevételek, de ebből azért jelentősen egészítjük ki a kötelező feladatainknak a finanszírozását, hiszen azt lehetett látni, hogy bizonyos területeken növekedett a támogatás, és ilyen értelemben egy kicsit csökken az önkormányzatok hozzájárulási kötelezettsége, de voltak olyan területek, ahol ez az olló nagyon nyílott. Erre nagyon markáns példa, hogy még a tavalyi esztendőben mondjuk szociális kiadásokra a város 20 millió forint állami támogatást kapott, ebben az esztendőben 7 milliót. Pozitív példa, hogy ne csak a negatívumokról beszéljünk, pozitív példa, hogy mondjuk közművelődésben tavaly 4 millió vagy 7 millió forint támogatást kaptunk, idén 14 millió forint támogatást kaptunk. Tehát itt azért voltak ilyen potméter mozgások a költségvetésen belül, de összességében ugye hát 120 millió forinttal kevesebb összegből gazdálkodunk. Ha még hozzáteszük azt, hogy szintén kormánydöntés alapján az intézményi saját bevételeket sem lehetett növelni, azaz nem lehetett
sem a gyermekétkeztetésnek a díját, sem adót, sem a lakásgazdálkodást, tehát semmilyen önkormányzat által kivetett díjemelése nem volt lehetőség, viszont a költségek mindenhol növekedtek, tehát ilyen értelemben itt is nő egy kicsit az olló, hiszen többet kell hozzá pótolni ahhoz, hogy a működő képességet fent tudjuk tartani. Mindezek ellenére az intézmények működtetésére és a kötelező feladatok ellátására megvannak a források. Tehát összeállítottuk úgy a költségvetést, hogy például közigazgatásban a közös hivatalnak a működése mibe fog kerülni, milyen bevételek, milyen kiadások, ezt mint egységet jóvá hagytuk. Elemeztük ugyanúgy a városi óvodánál, hogy mibe fog kerülni a nevelési feladat, összeraktuk a bevétel, kiadási oldalt, ez is egy elem volt. Gondozási központ, Marketing Kft., Bátkom Kft., Városi Könyvtár, tehát ezeket így összeraktuk, és ebből kijött egy számadat, hogy ennyi bevételünk van, ennyit kell hozzárakni, ennyibe fog ez kerülni. Ez úgy tűnik, jelen számításunk szerint, hogy biztonságosan működik. Tehát ha és amennyiben mégsem érkezne állami kiegészítő támogatás, akkor is a város alapműködésének finanszírozása teljes mértékben biztosítva van. Tehát úgy fogalmazott az egyik képviselőtársunk, hogy ennél csak jobb lehet. Tehát minden beérkező forrással javul a költségvetés stabilitása, javul a megvalósíthatósága, és el tudunk végezni olyan feladatokat is, amit a jelen elfogadott költségvetés szerint nem tudnánk finanszírozni. Próbáljuk a város életét fenntartani, figyelemmel természetesen az egészségügyi veszélyhelyzetre, mert ugye ez azért új szabályokat és új feltételrendszert hozott az önkormányzatunk számára és a város életében is. Alapvetően a nem kötelező feladatainkból léptünk egy kicsit vissza, sőt a kötelező feladataink tekintetében is, gondolom itt városüzemeltetésre, szociális feladat ellátására, ketté bontottuk a költségvetésüket. Készítettünk egy költségvetésbe elfogadott úgynevezett első féléves etapot, ami azt jelenti, hogy ez zavartalanul végigvihető, semmilyen problémánk nem lesz. Hozzáraktunk egy második félévest, ami már kicsit kevesebb összeg, mint az első fél évre jutott, de még ez is elegendő lesz ahhoz, hogy minden szociális ellátást biztosítsunk, a városüzemeltetésben patkázni tudjunk, kátyúzni, tehát felújítási feladatokat el tudjunk látni. És van egy olyan része a költségvetésnek, ami csak abban az esetben tud megvalósulni, hogyha beesik a kiegészítő kormányzati támogatás. Ez azért a társadalmi szervezeteket fogja egy kicsit érzékenyen érinteni, hiszen a kiemelt szervezeteink közül is csak azok kapnak jelen pillanatban támogatást, akik ebben a veszélyezeti időszakban is tényleges tevékenységet végeznek. Tűzoltóság, polgárőrség, sportegyesületben zajlanak az események, hiszen az amatőr sport működhet. Tehát ezek a szervezetek, vállalkozók ipartestülete, ahol valóban érdemi munkavégzés lehet folytatni ebben a veszélyhelyzeti időszakban is. Az egyéb társadalmi szervezeteink csak abban az esetben tudnak majd támogatásban részesülni, ha a második fél évben megérkezik a kiegészítő támogatás. Ezt tudjuk azzal is indokolni, hogy jelen pillanatban nincsenek rendezvények és nincsenek társadalmi események, tehát azt lehet mondani, hogy ők is örlángon működnek. Így a forrásokra is adott esetben a második fél évben, ha és amennyiben erre lehetőség lesz, hogy visszaindul a társadalmi élet, akkor lesz szükség, tehát ahhoz fogjuk igazítani. Ahogy említettem, szociális támogatások esetében is ketté bontottuk ezt a dolgot, de zavartalanul tudjuk biztosítani az ellátásokat a rászorult családok számára, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottuk. Nem tervezünk jelen pillanatban rendezvényekhez kötődő kiadásokat, hiszen első fél évben úgy tűnik, hogy semmilyen formában nem lehet. Második fél éves rendezvényeink abban az esetben kerülnek finanszírozásra, ha forrás érkezik, és természetesen az egészségügyi helyzet erre lehetőséget is fog adni. Más nem nagyon tudtunk kitalálni, hiszen azért nekünk itt államháztartási elveket és szabályokat is be kell tartani, azaz a költségvetésnek egyensúlyban kell lenni. Annyi bevételt kell felosztani, amennyi forintálisan megérkezik, és ehhez kell igazítani a kiadásokat. Ez nem jelenti, mondta Bozsodik Róbert, hogy ha egyébként lehet, akkor sem lesz gasztroest vagy barnapok. Erre ma úgy gondolunk, mint megvalósítandó feladatokra. Abban bízunk, hogy a kiegészítő támogatások addigra megérkeznek, és nem lesz pénzügyi akadálya sem a megrendezésnek.
Ez az esztendő, ez alapvetően az önkormányzat alapműködésének biztosításáról szól. Erre rendezkedtünk be, egyébként ezt alátámaszt az egészségügyi veszélyhelyzet is, hiszen azért mi is figyeljük a sajtót, a különböző eseményeket. Látjuk, hogy ugyan elkezdődött az ütemezett oltás, de azért az egészségügyi helyzet jelen pillanatban nem nagyon indult el a javulásnak a pályáján. Ehhez igazítottuk a városunknak a működését. Meggyőződésem, hogy az első fél évben zavartalanul, tehát mindenképpen zavartalanul tudunk működni, a második fél évben pedig a lehetőségeket figyelembe véve, akár pénzügyi, akár egyéb lehetőséget figyelembe véve, úgyis át fogjuk szabni a város költségvetését úgy, hogy a lehető legjobb feltételeket tudjuk biztosítani mind az intézményeink, mind pedig a városlakók számára.